Bár a nappali melegedők igénybevételéhez még nem szükséges, éjjeli menedék helyre már csak úgy lehet bekerülni, ha a rászoruló két negatív koronavírus teszttel rendelkezik. Ennek protokollja még kidolgozás alatt van, a hajléktalanok csupán a nagyobb városokban működő szociális intézmények egészségügyi centrumaiban tudják teszteltetni magukat. A nyíregyházi oltalom szeretett szolgálat a József András oktatókórházzal és az alapellátásban dolgozó orvosokkal egyaránt konzultál arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az ellenőrzéseket. Amikor az új ellátottaknak a felvétele van, akkor igyekszünk segíteni nekik a teszthez való jutásban. Itt azt kell kiemelni, hogy más ellátórendszerrel ellentétben Nyíregyházán az önkormányzatnak az alapellátása a Rákóczi utcán működteti a körzeti orvost, tehát van orvosuk, és indokolt esetben az orvos kérhet hajléktalanoknak is tesztet, és akkor el tudják végezni orvosi rendelvényre a tesztet. Laborci Géza hozzátette, minden évre jellemző, hogy az első fajtól kezdődően többen jelentkeznek az éjjeli menedékhelyre, nincs ez másképp idén sem. Az intézmény ezért a következő hónapokban több élelmiszert biztosít a népkonyhán, és növeli a kapacitást a szállón is, amely jelenleg 80%-os kihasználtsággal bír. Az éjjeli menedékhelyen 100 férőhelyet tudunk befogadni, erre szól a működési engedélyünk, de a krízis időszakban ezt nyilván megemeljük, és hát pótágyakkal mindig föl tudjuk vinni azoknak a befogadásoknak a számát, hogy senki nem maradjon az utcán és ne fagyjon meg. Ugyanez a helyzet a nappali melegedővel és a népkonyhával is, tehát az egyik ilyen intézkedés az mindig az, hogy a létszám az gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, fölfelé nyitott. Az oltalom szeretett szolgálatnál egyébként még nem regisztráltak pozitív koronavírusos esetet. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, figyelnek az ellátottak elkülönítésére, a maszk használat betartására, a fokozott fertőtlenítésre, az átmeneti szállón pedig szeptember óta folyamatosan látogatási tilalom van érvényben.